Most a párhuzamos és a merőleges rajzszerkesztési lehetőségekkel fogunk megismerkedni. Kezdésként nézzük meg a párhuzamos utasítást. Hozzunk létre egy vonalrajzelemet, talán kettőt is létrehozhatnánk, egy kört, egy téglalapot, és végül egy spline rajzelemet hozzunk létre. Ezeken fogjuk megnézni, hogy hogyan működik, milyen rajzelemet fog létrehozni a párhuzamos utasítás. Adjuk ki a parancsorba a párhuzamos parancsot, rövidítése P, azaz párhuzamos, Enter. Először azt kéri tőlünk a parancsol, hogy adjuk meg a párhuzamos távolságot, a kacsacsőrök között 100 rajzi egység van, ez az alapértelmezett érték, azért szerepel itt a 100-as érték, mert én már egy parancsnál ezt használtam, sokszor itt nulla olvasható. Átírom 200 rajzi egységre, és ütök egy Entert. Miután megadtuk a távolságot, megjelenik a kijelölő doboz, ezzel ki kell jelölnünk azt a rajzelemet, amelyet tulajdonképpen el szeretnénk tolni a megadott távolsággal. Megadjuk most az egyenest, és ezután meg kell mutatnunk, hogy az egyeneshez képest melyik oldalára szeretnénk eltolni a rajzelemet, azaz létrehozni a párhuzamos új rajzelemet. Ha ez az oldal megfelel a számunkra, akkor bal egér klikkel, mondjuk ezt meg az AutoCAD-nek, bal gomb, és létrejött az új egyenes rajzelem. Amint láthatjuk, a párhuzamos parancs még nem zárult be, mert sokszor egymás után többször szeretnénk adott értékkel párhuzamos elemeket létrehozni. Ha most újra megmutatom az AutoCAD-nek az egyenest, akkor megint megadhatom, hogy hova szeretném eltolni, és így dinamikusan tudok létrehozni rajzelemeket. Körnél is működik az utasítás, hiszen ha befele tolom el, akkor kisebb kör lesz, ha kifele, akkor pedig nagyobb. Téglalapnál hasonló a működési elv, és még nézzük meg végül spline esetén. Itt már szembetűnő, hogy a geometria változik, hiszen helyet kell találnia az AutoCAD-nek az új rajzelem létrehozásakor, nem lóghatnak össze vonalak, ívek. Ezt a működést egyébként egy belső változó szabályozza, erről talán egy későbbi videóban fogok pár gondolatot elmondani. Minden esetre a spline rajzelem jól érzékelteti, hogy bizony íves rajzelemek esetén nem egyértelmű a párhuzamos utasítás működése. Ennek ellenére egy nagyon hasznos utasításról van szó, mindenféleképpen tudni kell a használatát. Miután létrehoztunk párhuzamos rajzelemeket, nézzük meg, hogy hogyan lehet merőleges rajzelemeket létrehozni. Ugye, ha van egy rajzelemünk a modelltérbe, akkor a tárgyraster segítségével, ha be van kapcsolva a merőleges pont keresése, azt föl fogja nekünk keresni az AutoCAD. Belemegyek az egyenesbe, és szépen megkeresi, hogy hol is van a merőleges pont. De itt már az egyenesünknek a kezdő pontját rögzítettem. Ha klikkelek, belehúzza a tárgyraster pontba az egyenes végpontját, és létrejön a merőleges egyenes. De mi van, ha én pont fordítva szeretném, tehát csak azt tudom, hogy az egyenessel merőleges egyenes szeretnék létrehozni, és a végpontját szeretném majd később rögzíteni. Ezt is megtehetem, menjünk bele a vonalhúzás utasításba, majd Shift, jobb egérgomb, ekkor elő tudjuk csalogatni a merőleges pont keresés funkciót, és így tulajdonképpen az egyenes minden pontját fölkínálja merőleges pontként a tárgyraster. A szimpatikus pozícióban álljunk meg, nyomjuk le az egér bal gombját, ekkor elindul az egyenes, lehet látni, hogy merőleges rá, de még nem rögzítettük, mind a kezdőpontját, mind a végpontját tudjuk változtatni. Egy dolog biztos,
hogy merőleges az egyenesünk az eredeti, már a modell térben meglévő egyenesünkre. A megfelelő pontnál klikkeljünk az egér bal gombjával, és rögzíteni tudjuk a vonal rajzelemet a modell térben, ami merőleges. A tárgy rasztert használtunk. Természetesen a párhuzamos rajzelemek létrehozását is támogatja a tárgy raster. Hozzunk létre megint ugye egy egyenest, majd menjünk bele a vonalrajzolásba újra, Enterrel az utoljára kiadott parancsot újra ki tudom adni, Shift jobb egérgomb, és a merőleges mellett a párhuzamos funkciót hívjuk elő. Mutassuk meg a tárgyasztelnek, hogy melyik rajzelemmel is szeretnénk mi párhuzamos szerkeszteni, majd miután lehúzzuk, amikor az adott irányba ér a mutatónk, megjelenik az útválasztó, ahol szépen fölvehetünk mondjuk egy 600 rajzi egység hosszú egyenest, üssünk egy Entert, és létrejött a párhuzamos rajzelemünk, amelynek a hossza 600 rajzi egység. Röviden ennyit kell tudni a merőleges és párhuzamos utasításokról az AutoCAD rendszerében.